Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. A Magyar Kultúra napján nyitotta meg első kiállítását a Tinódi Ház Dombóváron. A Magyar Irodalom nagyjai címet viselő tárlat az előtérben és a Majoros galériában tekinthető meg. Steiner Józsefné, dombóvári születésű, jelenleg Nagyotádon élő 83 esztendős hölgy gyűjteményében Kölcsei Ferenc, Erkel Ferenc, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Kányádi Sándor, Kazinci Ferenc, Sida Jenő és Kallur Zoltán portréi és illetrajzi elemei jelennek meg képeslapokon és grafikák formájában. A költő óriásokat, zeneszerzőket, nyelvújítót és néprajztudóst felsorakoztató kiállítást a szervezők Varga Gábor keramikus művész grafikáival színesítették. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Kultúránk kutatja, bizonyítja eredetünket, létünket. A kulturális hagyomány és érték ad igazolást fennmaradásunkhoz. Kultúránk őrizte meg a falvak hagyományát, a népajkán születő dalokat, keze által formált eszközöket, a műveltséget. És mindenek előtt talán a legfontosabbat, az anyanyelvet. A kiállítás megnyitó nyári éva tanítványai két korosztályban mutatták meg tehetségüket és a népzene, valamint a néptánc iránti elkötelezettségüket. A fiatalabbak Tüzetvizek című tánca után a nagyobbak két műsorszámban kalotaszegi és szatmári táncokat mutattak be. A Kapos Tánc Együttes fiataljainak bemutatójához Ős Csaba és zenekara szolgáltatta a talpalávalót. Én azt gondolom, hogy a vers szeretete, az irodalom szeretete, a zene szeretete, mindegy az milyen zene, jó legyen, élvezze, találja meg benne azt a titkot, azt a csodát, ami benne van, és hogyha ez megvan, akkor az már egy fertőzött helyzet, olyan fertőzött, ami életünk végéig tart. Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi Ház vezetője nyitotta meg a rendezvényt és a kiállítást, majd megzenésített verseket hallhatott a közönség Fóris Dórától és Komjáti Attilától. Hát a zene az nekem a családomból jön eredendően. Édesanyám zenetanár volt és fuvolát tanított, úgyhogy már az anyatejjel szívtam magamból a zenét, és hát én népzenével ismerkedtem gyerekkoromban, majd a kóruséneklésssel, és akkor ez így a felnőtt korra egy kicsit lecsendesült, és jobban a megzenésített versek világára kezdtem fókuszálni, de ugyanúgy szoktam énekelni népdalokat is. Szintén a család nálam a meghatározó, ugyanúgy három bátyám van, és ebből kettő gitározott énekel gyerekkorom óta, nagy a család, szűk családi kör az olyan 20-25-30 fő, és előkerült a gitár gyerekkorom óta tényleg, úgyhogy én is így igazából azóta kötődöm a zenéhez. A próza is szerepet kapott a Kultúra napján Weber József magyar nyelv és irodalom szakos tanár, valamint Bíró Dávid a helyi gimnázium tanulójának tolmácsolásában. A kultúra átadásnak az egyetlen lehetséges módja, hogyha párbeszédet folytatunk, hogyha együtt haladunk, nem kijelölöm az utat és menjen, hanem együtt és a saját feje után. És úgy érzem, hogy ilyen szempontból sikeres, most a nézőtér tele volt fiatallal. A gyerekek nem igaz, hogy nem szeretik a verset, nem azokat a verseket szeretik, amiket mi szeretnénk, hogy szeressenek. És úgy érzem, hogy a kultúra él, kell érte dolgozni, néha meg kell érte izzadni, néha talán megalázónak is érezzük ezt a szolgamunkát, de hogy értelme és eredménye van, azt itt most láttuk. A kiállítás megtekintése és a kötetlen beszélgetés alatt a fűszeres trió örömzenéjével szórakoztatta a közönséget. A tárlat megtekinthető Dombóváron a Tinódi Ház Majoros galériájában február 27-ig, illetve az előtérben február 11-ig. Az ifjúság bevonása a kulturális életbe és egy szélesebb kínálat kialakítása a célja a Dombóvári Tinódi Ház újonnan megválasztott igazgatójának. Szabóné Rambala Gabriella a közművelődés és a kistérség irányításának számos területén megfordult már, így pontos képe van a térség állapotáról és a fejlesztés lehetőségeiről. Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi Ház új igazgatónője. Tanult szakmája szerint pedagógus. Éveken át dolgozott iskolában, ahol a szervezési feladatok is rámaradtak. Tanult művelődés szervezést is, és dolgozott a Kaposmenti kistérségnél. Minden előtanulmánya megvolt az életébe ahhoz, hogy adott pillanatban igent mondjon a Dombóvári Művelődési Ház igazgatói posztjára. Hát számomra a közművelődés a közösségi létnek a szervezése, az együttlét, a közösségi
csoportoknak, a közösségeknek, egy adott településnek, a közösségeinek az együttléte és együtt gondolkodása és a kulturális életnek a szervezése. Számomra ezt jelenti. Azt gondolom, hogy Dombovárnak mindenképpen egy motornak kell lennie ahhoz, hogy a kistérségben lévő kisebb települések is megmozduljanak, és ott is egy bizonyos fajta közművelődési munka folyik, és ehhez próbálunk segítséget is nyújtani, amennyiben igénylik ezt, vagy amennyiben szeretnék. De én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, én azt látom, hogy a településeken mindenhol van azért egyfajta közművelődési munka folyik, akár Kurdot veszem, akár Csikos Törtöst veszem, akár Atalai települést veszem, vagy éppen Szakcsot, ahol még abban az időben az IKST-k létrejöttek, és ennek kapcsán, ennek a pályázatnak kapcsán azért nagyon szép közművelődési munka folyik. Bekapcsolódnak nyilván a városnak a kulturális közművelődési életébe, járnak rendszeresen színházba, a településekről, és akkor a közművelődési szakemberek, akik kint dolgoznak településeken, azok felveszik velünk a kapcsolatot, és csoportosan jönnek színházi előadásokra. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól csinálják ott kint a kis településeken a munkájukat, és nagyon jól végzik ezt a feladatot. Olyan házat akarnék igazgatni, ahová minden nemzedék szívesen bejár, és megtalálja azt a kulturálódási formát, mely korának és ízlésének megfelelő, mondja. Én úgy látom, hogy ez most már kialakulóban van, tehát hogy egyre nagyobb számmal jönnek hozzánk színházba, előadóestekre, próbáljuk lefedni a közművelődésnek minden szegmensét, és a kultúrát úgy megjeleníteni itt a városban, hogy az mindenki számára elérhetővé váljék, és nagyon sokszínű legyen. Éppen ezért mondom, színházi előadások, egészen az aprók színházától, csecsemő színháztól, egészen a nyugdíjas korosztályig, az operettig, amit ugye ők imádnak, mindenféle színházi előadást próbálunk ide prezentálni. Legfőképpen igen, de legfőképpen amit én nagyon szeretnék, hogy a fiatalokat minél szélesebb körben és nagyobb számban meg tudjuk mozgatni. Nagyon jó érzés látni, hogy iskola után már bejönnek hozzánk, ha csak itt az aulában, itt az előterünkben egy kis beszélgetésre, és használják a házat, és kérdeznek, és látják a plakátjainkat, a szóróanyagjainkat. Próbáltunk ifjúsági klubot szervezni nekik, minden pénteken délután egy helyiséget kialakítottunk ezek az új játékokkal, Xbox-szal, szereltük fel őket, és tényleg olyan interaktív játékokkal, amit ők is szívesen élnek. Tehát próbálunk e felé elmozdulni, de hát ezen még azért munkálkodni kell. Nagyon jó a viszony a város oktatási intézményeivel, mondja Gabriella. Ennek megfelelően a kicsik számára már nem idegen hely a Tinódi Ház, ami egy jó alap arra, hogy kineveljük a jövő kultúrnemzedékét. Az ifjúsági képzés, vagy az ifjúságnak a megszólítása, ez a legfontosabb feladatunk, hogy legyen utánpótlás, és szívesen jöjjenek a házba a későbbiekben is. Akkor lennék elégedett, mondja, ha a mainál magasabb színvonalú kultúrát tudnék a házba behozni. Ez nem azt jelenti, hogy most nem erre törekszünk, de nyilván a korlátaink, esetleg az anyagi korlátaink is, meg egy picit a szakember korlát, és azzal is küzdünk, de hát majd igyekszünk egy olyan csapatot összehozni, akik nagyon szívesen és elhivatottan végzik ezt a munkát, mert ez a fontos számunkra, hogy mindenki egy magasabb kultúrát kaphasson ebben a városban. A műfáz egyik legfontosabb feladata lesz a jövőben, hogy mozgatórugója legyen a város kulturális és civil életének. A terek és a lehetőségek a rendelkezésre állnak, és jó együttműködések segítik ezt a folyamatot, mondja az új igazgató. Egy nyitott és szerethető műfázat alakítanék ki Dombovár és a Kaposmenti térség számára. Ez a cél. Ünnepélyes közgyűlés keretében szavazott bizalmat a tagság újra a dombovári Székely kör vezetőségének. Az idén 10 éves szervezet kiemelt rendezvényére Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd Dombovár város polgármestere és Illés Tibor, a Bukovinai Székely Szövetség elnöke is meghívást kapott.
A jelenleg közel 80 fős tagságból sokan részt vettek a jubileumi közgyűlésen, és a napi rendek elfogadása után egyhangulag szavazták meg a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolókat, amelyeket Jánosi Emőke titkár és Hoffmann József pénztáros ismertettek. Puskás Antal, a Szucsával dalkör vezetője is beszélt az elmúlt év sikereiről és az ez évi felkéréseikről, terveikről. Potápi Árpád János köszöntötte a tagságot és elismerően szólt a szervezet munkájáról, majd megragadva az alkalmat, meghívta a parlamentbe a dombóvári székely kör valamennyi tagját. Nagyon örülök annak, hogy 10 évvel ezelőtt a székely kör létrejött itt Dombováron is, hiszen Dombováron is nagyon sokan vannak azok, akik vagy bukovinai, vagy erdélyi székelyek, és ehhez a népcsoporthoz tartozónak tartják magukat, illetve nekik már gyerekeik, unokáik is itt élnek, és nem baj az, hogyha akár ők, akár pedig a nem székelyek is ennek a népcsoportnak a kultúrájával, magyar népcsoportnak a kultúrájával meg tudnak ismerkedni. Azóta a székely kör bizonyította azt, hogy beilleszkedett ide a dombovári civil szervezetek közé, és több kezdeményezésnek is volt a mozgató rugója. Horváth Józsefné, aki a kezdetek óta élvezi a tagság bizalmát, röviden megemlékezett a kezdetekről és azokról a tagokról, akiket az elmúlt 10 évben vesztettek el. Több mint 10 évvel ezelőtt már Hella Ildikóval, aki Kézdíjvásárhelyről költözött ide Dombováron már nagyon régen, sokszor beszélgettünk arról, hogy jó lenne megalakítani egy székelykört, hiszen Dombováron is vannak székelyek. És az igazi lökést, az igazi támogatást Potápi Árpád Jánostól kaptuk, aki akkor több mint 10 évvel ezelőtt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének az elnöke volt. Én engem is meglepett, amikor a toborzót meghirdettük, és több mint 120-valahányan eljöttek erre a toborzóra, és itt volt Sebestyén István mesemondó és Jakab Évike énekes. Olyan színvonalas rendezvény volt, és olyan jó hangulatú összejövetel volt, és utána alakult meg az egyesületünk 2010. februárjában. A tagság tájékoztatást kapott az ünnepi év terveiről, idén 6. alkalommal szerveznek áprilisban futballtornát, és májusban tervezik a Lévman pincészetben Dúzson a 10 éves születésnap megünneplését a tagsággal. Pünköstkor ellátogatnak ismét Erdélybe, és részt vesznek a csíksomjói ünnepi szentmisén is. Már hagyományok szerint augusztusban a Bukovina Fesztivál aktív résztvevői lesznek, és korábbi szokásaikat követve idén is székelyhetet szerveznek októberben. Most volt közgyűlésünk, tisztító közgyűlésünk, ahol újra választották a vezetőséget. És itt szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok erre a csapatra, erre a székelykörre, hiszen 10 éve csaknem ugyanazok az emberek tagjai, mint tehát akik voltak, és a vezetőség is ugyanaz. Majdnem ugyanaz, és azt mondom, hogy ez egy jó csapat. Én rájuk nagyon büszke vagyok. Bármikor, bármi van, számíthatunk egymásra. Ők is én rám, de én maximálisan rájuk. Ez egy nagyon jó érzés. Büszke vagyok arra, amilyen rendezvényeket szerveztünk, hiszen ha azt mondom, hogy csíkzenekar volt itt Dombováron szervezésünkben, ismerős arcok, itt volt Berec András, mesemondó, Sára Sándor, aki sajnos már nincs közöttünk, András Favi Bertalan, tehát sorolhatnám azokat a neves személyiségeket, akik eljöttek a meghívásunkra. Azon kívül büszke vagyok arra, hogy tagjaink és a város polgárainak támogatásával tudtunk állítani egy székely kaput a szüleink, nagyszüleink hazatérésének 70. évfordulójára, valamint a Madéfalvi veszedelemnek évfordulójára 2014-ben állítottunk egy kopjafát. Szeretném kiemelni még dalkörünket, a Dombovári Székelyekről Szucsával dalkörét, melynek vezetője Puskás Antal. Ők 5 évesek voltak tavaly, 5 éve együtt énekelnek, és tavaly évelején a Népek Tánca, Népek Zenéje rendezvénysorozatunk vetélkedőn aranyminősítést szereztek, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk is. A Dombovári Székelykör tagsága nagyon jó kapcsolatot ápol székely testvéreikkel itthon és a határon túl is. Rendszeresen kapnak meghívásokat Madéfalváról, Nagymányokról, Csátaljáról, Teverről és Vaskútról. Vendégszeretetüket mindig viszonozza a dombovári szervezet is. Szorosan összedolgoznak a Bukovinai Székely Szövetséggel, részt vesznek programjaikon. A dombovári székelykör, én úgy gondolom, példaként mutathat, ők is, hiszen egész évet átölelő programjaikat, ahogy ismerem, átölelő programjaikkal kirándulások is beleférnek, ugye azokon a régi helyszíneket
amelyeket számunkra ugye történelmi fontos helyszínek meglátogatják. És hát itt megint csak a kultúra ápolásán kívül ugye a közösség, illetve egymásnak át tudják adni azokat az értékeket, és biztatni, mert ez is kell, ez is fontos, hogy erőt adjunk egymásnak, hogy a fiataljaink, és itt a lényeg talán az egészben, hogy a fiatalok számára is adjunk egy lehetőséget, és bevonni, ez a legfontosabb, hogy bevonni a fiatalokat. A Bögdösődő Folt Varrókör már második alkalommal hirdetett a gyerekeknek varrószakkört Kapospulán. Jó ötletnek bizonyult, hiszen szép számmal vettek részt a diákok a délutáni programon. Markovics Edit matematika szakos tanárnő már 14. éve vezeti a Folt Varró közösségét a településen. Sikerült több tanítványát is megnyernie arra, hogy kipróbáljanak egy új hobbit, tapasztalatot szerezzenek, amit esetleg a későbbiekben akár szakmájukban, vagy az otthoni munka során hasznosíthatnak. A gyerekek nagyon nyitottak voltak az ötletekre, javaslatokra. Ha jól tudom, akkor nem első alkalommal vagy itt. Másodszorra vagyok már itt. És miért vállaltad másodszor is, hogy eljössz? Hát nekem nagyon tetszett, amikor legelőször voltunk tortatót, szerintem tök könnyű volt, és most jöttem másodszor, hogy kipróbáljam, hogy most mit varunk. Ki invitált ide, és vartál-e már korábban is? Vartam már korábban is, a Markovics Edit néni, az osztályfőnököm mondta, hogy lehet jönni varni Pulába. És kikkel érkeztél? Jött osztálytársad is esetleg? Igen, a Móni, aki itt ül mellettem. A művelődési ház ad helyet az asszonyoknak, lányoknak a kreatív tevékenységre Kapospulában. A Folt Varrókör több mint 20 tagja szerdánként találkozik, és varnak újabb és újabb dolgokat, terítőket, párnákat, táskákat. Minden évben kiállításon mutatják be munkáikat, valamint karácsony előtt a vásárukra készítenek tárgyakat, befolyt összegből pedig a helyi néptánccsoportot támogatják. Hát ez most tapasztalatgyűjtés. A gyerektábor, ugye mi a Foltvaró csoportunk, a Bögdösödő, minden nyáron varunk egy hétig itt a kultúrházban, és hát én már régóta szerettem volna gyerekeknek egy tábort, egy ilyen egyhetes varrós tábort, ez most tapasztalatgyűjtés, hogy hogyan működne ez 15-20 gyerekkel. Nagyon lelkesek a foltvarók is, mi itt is látjuk, hogy 5-6-an is most eljöttek. Többen betegek, tehát múltkor is ilyen nagy létszámmal, nyilván egyedül ezt nem is tudnám csinálni, mert azért a gyerekek nem olyan ügyesek, tehát ők abszolút, volt, aki még egyáltalán nem is látott varrógépet a múltkori alkalommal, amikor itt voltunk, akkor tolltartót készítettünk, akkor még kevesebben voltak, hát most nagyon szép létszámmal megjelentek. Hát én elsősorban most olyan gyerekeket hívtam, akiket ismerek, tanítok az is, a belvárosiba tanítok, és akiket tanítok. Elsősorban őket céloztam meg, és ők közülük is azokat, akik látom, hogy ügyesebb, kreatívabb, jó a kézügyessége, hogy velük nyilván kicsit könnyebb, meg hát őket könnyebb ezzel megkínálni ilyen dolgokkal. És látják nálam az iskolába varrott toltartót, szemüvegtokot, táskát, egy csomó mindent, amit, ugye játékokat, ami beviszek, meg varrott játékokat is látnak nálam, amikor ilyen játékos óra van, és meg is kérdezték, hogy ezek honnét vannak. Ezt akkor mondtam, hogy én vartam, és hát hogyan lehet ilyet, igazából ez így összejött ez a sok információ náluk is, nálam is, és így kerültünk mi így össze a gyerekekkel most. Szombat délután majdnem 4 órán keresztül szaptak és vartak a gyerekek a varrókör tagjainak segítségével, míg elkészült a váltáska, amit farmeranyagból készítettek, egyéni ízlésük szerint díszítve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!